Hát szevasztok, hello, ez itt a Restart, hát mondhatni extra kiadása, bár egyedül vagyok Marcinak, jobbulást kívánunk ezúton is, kicsit megfázott, úgyhogy így áll sok-sok forró teát, meg C-vitamint sokat szedjél Marci, jó, ha esetleg nézed a műsort, akkor ezt így javasolnám én innen, Dr. Wendel, szevasztok, köszöntök, tehát még egyszer mindenkit, és hát igen, rendelek, 5 és 6 között itt a fixen, úgyhogy lehet telefonálni, orvosoljuk a számítás technikai problémákat, legalábbis megpróbálkozunk vele, felelősséget nem vállalok érte, de minden esetre szívesen segítek, hogyha esetlegesen kérdés van, forduljatok hozzám bizalommal. Illetve természetesen hírek és legfrissebb információk is elhangzanak az IT világából, és ha már hét vége felé közeledünk, akkor összefoglaljuk a hét legfontosabb IT eseményeit is. Hát sok minden történt a héten, megállt a YouTube, meg akadozott, ugye, ilyen problémákról lehetett beszámolni, illetve rögtön a hét elején az egyik magyarországi mobil szolgáltató, ugye a Telekom hálózata is rendetlenkedett. Úgyhogy azt hiszem, hogy hibákban nem volt hiány. Orvosolták, hál' Istennek már ezeket a problémákat, úgyhogy igazából remélhetőleg minél kevésbé fognak ezek előfordulni a jövőben. Nos, vannak elérhetőségeink, ezeken keresztül tudtok bekapcsolódni a műsorba. Megyek a Skype-ra, tv.fixhd, csörögjetek bátran, hol a Skype-om? Ja, az asztalon. És ezen kívül telefonon is elérhetőek vagyunk, 44 51 3 49, itt is lehet csörögni, illetve Facebookon, facebook.com/fixhd oldalon is lájkolhattok bennünket, illetve oda is írhattok hozzászólásokat, kérdéseket, vagy a saját Facebook oldalamat is ajánlom figyelmetekbe, facebook.com/vendifix. Itt is mindenféle információkat szoktam megosztani. Most megkaptam, hogy mindig olyan negatív híreket posztolok mostanában. Hát mert ilyenekkel találkozom, ez van. Hát most ezeket, ami érdekes, és nem tudok mellette elmenni szó nélkül, azokat meg szoktam osztani, hogy kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is ezekkel a témákkal kapcsolatban. Olyan dolgok történnek most például, nem is tudom, hogy beszámoljak-e róla, mert tényleg undorító dolog valamilyen szinten, de azért elmondom nagy vonalakban, nem olvasom föl inkább a hírt, akit érdekel a Facebook oldalamon megtalálhatja, egyébként meg az Indexen írták meg, hogy Romániában egy férfi például öngyilkos lett azért, mert valami vírust kapott a gépe, és a vírus azt mondta, hogy mit tudom én, mivel gyanúsítják őt, hogy mi az, hogy valami, mit tudom, ilyen tartalmak, felnőtt tartalmakat, meg pedofil tartalmakat osztott meg, és hogy mivel ilyenek találhatók az ő gépén, ugye egy vírus írta ezt gyakorlatilag neki, ezért a rendőrség hamarosan keresni fogja, vagy valami ilyesmi volt a cikknek a lényege, hát, és nem csak, hogy öngyilkos lett, de a saját gyerekét is megölte emiatt. Hát ez mi ez? Komolyan mondom. Tehát, hogy őrült a világ, és az ilyenek mellett nem igazán tudok elmenni szó nélkül. Tudom, hogy ez inkább gumiszoba téma, úgyhogy lehet, hogy a gumiszobában erről egy kicsikét beszélgetünk, kíváncsi vagyok a Zoli véleményére is, meg hát a ti véleményetekre is ezzel kapcsolatban. Szörnyű, hogy milyen világot élünk, meg mi volt még, hogy valaki GTA-sdit játszott Colorado-ban. Tehát, hogy így kikapkodott embereket a kocsiból, elvitte az autójukat, majd összetörte, kiszállt, beszállt egy másik autóba, onnan is kirángatott valakit, és tovább ment. Tehát, hogy hol élünk? Olyan mondtam. Tehát így furcsa egy világ ez. Minden esetre remény azért Magyarországon ehhez képest viszonylag nyugi van. Itt csak más problémák vannak, de hát hol nincsenek? Na, de ezeket majd egy másik műsorban tárgyaljuk ki. Minden esetre valaki szeretne hozzászólni ezekhez a témákhoz, én kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, akkor a facebook.com/vendifix oldalon tudtok engem követni, és ott találkozhattok az én általam posztolt dolgokkal. Nem mindig ilyen negatíván, tehát szoktam vicces dolgokat is posztolni, úgyhogy, de hát néha komolykodni is kell. Ilyen az élet. Egyszer fenn, egyszer len, egyszer viccesen, egyszer komolyan. Úgyhogy ezt szerintem ne vegye senki zokon tőlem, mindenki ilyen, nem? Én is vagyok más ilyen szinten. No, vannak jelöléseink a YouTube-on, vagy YouTube-on, mi ez, Skype-on, miért mondok YouTube-ot? Mert majd a YouTube-bal kapcsolatban is fogok nektek egy-kettőt mondani. Jakit jelölöm például vissza, illetve Varga Viktort is, úgyhogy most már ti is tudtok nekem csörögni. És hát Csabi már csörög is, úgyhogy akkor Csabival kezdjük a mai műsort, aki Skype-on keresztül már itt is van velem. Hello Csaba! Szia, Vendi! Hello! Rendesen? Hallak! Oké, na az lenne a kérdésem, hogy van egy WinRAR fájlom, ami be van csomagolva, és kéne hozzá jelszó. Én csomagoltam még régebben be, aha. És most sajnos valamiért én, idióta, nem emlékszem a jelszóra. Hát, nem tudok rá mit mondani, igazából, hát
Biztos vannak ilyen crackelt szoftverek, amikkel föl lehet oldani ezeket, de most így hirtelen nyilvőjét nem tudok neked mondani. Hát tessék megígézni a jelszót, hogyha becsomagolunk valamit. Igen, mert föl is volt írva, tehát azért nem értem, mert volt, amelyik föl volt írva, azokat is tudtam csomagolni, de úgy látszik, ez valamiért nem. Aha. Hát nem tudok rá mit mondani, Csabi, dobjuk fel a kérdést, jó? Aztán ha valaki tud ilyen programról, akkor hát most nem azt mondom, hogy a Facebookra tegyétek ki, mert a Facebookra meg ne tegyünk már olyan szoftvereket, ami igazából nem arra való. Mert hogy legális formában ilyen biztos nincs, mert ezek jelszótörő programok, mert hát fel kell törni akkor. Azok meg nem túl legálisak, ugye? Mert jelszavakat nem törünk, mert akkor most ott oké, hogy te azt mondod, hogy ez a te saját fájlod és azt szeretnéd föltörni, na de ennyi erővel akkor bármilyen más fájlt is föl lehet vele törni, innentől kezdve nem legálisak az ilyen szoftverek. Gondoltam. Úgyhogy nincs rá igazából megoldás, tessék megjegyezni a jelszót. De még csak ne is az, hogy fölírod, mert az meg nem túl biztonságos. Kút főbe tessék megjegyezni, hogy mit titkosítasz le. Igen. Igen, sajnos, csak az a, hogy ezt már itt ígyében használtam, és most éppen szükségem lesz, hogy belátom így. Hát, jó. Nem tudok rá mit mondani, sajnos. Jó, hát gondoltam azért megkérdezem, hát. Jó, minden esetre oké, köszönöm szépen. Nincs mit. Hello, köszönöm én is. Lehet tovább csörögni. Mi a baj, Krisztián? Nincs képem? Miért nincs képem? Legyen képem. Pedig máshol van. Át van dugva, minden rendben van. Akkor itt nem jó valami. Kap tápot rendesen, át van kapcsolva. Lehet, hogy 1080-ra van? Hát tudom én. Majd valamit kitalálunk rá, nem tudom. Itt igazából kell, hogy legyen. Sőt, odáig biztos oké, mert amikor bedugom, akkor kiírja, hogy itt csatlakozik egy külső monitor, tehát valami más problém van. Lehet, hogy tudod, a gép csinálja ezt. Na, menjünk tovább akkor, nyugodtan tessék hívni, csörögni. Hát én szívesen segítek, a Csabinak is nagyon szívesen segítettem volna, bennem megvan az akarat, de egy, nem tudok ilyen programot, mert nem szoktam jelszófeltörő programokkal foglalkozni, a másik, hogy tényleg, tehát olyat ne kérjetek, amit nem tehetek meg itt egy televíziós élő adásban, mondjak nektek olyan szoftvereket, amivel fel lehet törni jelszavakat, hát akkor minek fognak engem nézni? Ja, semminek, mert hogy ezt fogják velem csinálni és elvisznek gyakorlatilag. Úgyhogy ilyenekben ne kérjétek a segítségem. Oké. Na. Szilágyi írja nekünk, mert hogy ennyit tudok róla. Azt mondja, torrent magáncélra nem bűncselekmény. A szinkron magyar nyelv butasága miatt van. Mindenhol feliratos filmek vannak körülöttünk. Marci menstruál, hogy ennyire hisztizik? Mikor írtad ezt? És mi vagy a Marcival? Ja, ez már, bocsánat, ez nem mostani, ezt már nem most írtad, hanem még múlt héten. Csak valamiért ez most jött ki ide nekem ma. Na mindegy. Marci beteg. Marci nem menstruál, Marci beteg, úgyhogy azért nincs. Hát a torrentekkel kapcsolatban meg most nem a torrent az, ami bűncselekmény, ezt már megbeszéltük párszor, hogyha már ilyen dolgokról beszélünk, akkor fogalmakat tegyünk tisztába. Nem a torrent, ezt sosem mondtam szerintem, hogy a torrentezés bűncselekmény. A megosztás olyan, akkor pontosan igyekszem fogalmazni, jó? Egyszer és mindenkorra, bár még úgyis párszor el fogom ezt mondani, mert akárhányszor ez előjön, fogalmi zavarok mindenkinél vannak, úgy látom. Tehát, hogy nem, a szerzői jogvédelem alá tartozó bármilyen mű, legyen szó zenéről, filmről, sorozatról, képről, bármiről, tényleg, ami nem a te tulajdonod, azt nem oszthatod meg mással. Igazából hivatalosan az, hogy te ilyenekhez hozzájutsz, már az is bűncselekménynek számíthat, de azt még nem tudják bizonyítani, mert hát az interneten ugye sok minden fellelhető, innentől kezdve letöltési, tehát ha letöltesz bármit a gépedre, az még önmagában nem bűncselekmény. Ha ezeket megosztod, az a bűncselekmény. Az, hogy ezt milyen formában teszed meg, simán egyszerűen elküldöd valakinek e-mailben, kiteszed egy weboldalra, vagy torrenten keresztül teszed mindezt, az a bűncselekmény. Nem maga a szoftvernek a használata, tehát a torrent szoftver használata a bűncselekmény, mert amúgy torrentezni bárki tud olyan fájlokat is mondjuk, ami az ő jogtulajdonára tartozik. Tehát mondjuk mit tudom én, ha én fölteszem a fényképeimet mondjuk egy torrent oldalra, hogy azt bárki letölthesse, és én ehhez adom a lehetőséget, tehát nem a szerzői jog ugye az engem illet, de ha én ezt engedélyezem más számára, hogy elérhető legyen, és én magam osztom meg, ez nem bűncselekmény, és ezt ugyanúgy torrenten keresztül megtettem. Vagy ha torrenten keresztül tölt le mondjuk valaki valamilyen fájlt, teszem azt tudom én, Linux disztribúcióknál
például van ilyen lehetőség, hogy az adott Linux disztribúció torrenten keresztül töltöd le, tehát maga a forgalmazó, tehát a szoftver kiadója, mint az Ubuntu, elérhetővé teszi a saját operációs rendszerét torrenten keresztül. De ugye az egy először is ingyenes szoftver, másodszor is ő maga teszi ezt lehetővé, tehát innentől kezdve ez nem bűncselekmény. Ha itt most filmekről beszélünk, ott már viszont igen, hiszen a filmnek a jogtulajdon az nem a tiéd. Még akkor sem, ha megveszed a filmet, teszem hozzá. Attól még azt nem vetítheted. Ott is van egyébként, fel is hívják a figyelmet DVD-ken is. Például, amikor elintesz egy DVD-t, akkor egy ilyen figyelmeztetés van az elején, hogy magáncélra otthon te megnézed, azt lehet, de ezt már nyilvánosan vetíteni másnak, vagy több ember számára azt nem lehet. Tehát, hogy ez így működik. Most akár tetszik, akár nem. Tehát lehet ezzel kapcsolatban velem vitatkozni. Nem velem kell vitatkozni, vitatkozzatok a törvényhozókkal. Hát most meg azokkal, akik filmeket gyártanak, és ebből élnek. Sok pénzt, sok 100 millió forintot rááldoznak egy adott filmre, vagy nem forintot, de mondjuk dollárt, mert hogy ilyen is van. Ugyebár, hát most azt valamiből finanszírozni kell. Ugyebár azt általában a mozi jegyekből szokták. Meg a DVD eladásokból szokták finanszírozni. Most ha nem vesz senki moziba, meg nem vesz senki DVD-t, mert mindenki letorrentezi a filmet mondjuk, akkor bizony az veszteséges lesz, ergo az a filmgyártó cég nem fog filmeket, vagy nem fog olyan minőségű filmeket gyártani, akkor meg jön a 22-es csapda, hogy miért vennénk meg, amikor csak ilyen szar filmeket gyártanak. Hát azért, mert nincs belőle bevétel, akkor persze, hogy szar lesz a film. Tehát, hogy ez egy ilyen szép kis körforgás igazából. De hagyjuk is, mert ez mindig előjön, és akkor mindig én vagyok itt a rossz zsarú, meg a mumus, aki erről állandóan pofázik, miközben igazából én csak azt mondom, ami van, tehát, hogy nem velem kell vitatkozni ezzel kapcsolatban. Jó, menjünk tovább. Na nézzük akkor, hogy mi a helyzet Google-ék házatájéken, ugyanis változásokra lehet számítani. Méghozzá, hát egy igazából nem olyan nagy változás, de azért megemlítendő, egy 2 évtizedes hagyománnyal szakított a honlapján a Google, ugyanis a következő a helyzet. A Google honlapján a napokban egy olyan változást kezdett el bevezetni, amivel a cég keresőjének 1996-os megalkotása óta fennálló hagyományt fog megtörni. A cég ugyanis nekiállt a végleg legyilkolni az aláhúzást a keresője találati listájában található linkeknél, amik ezt követően mára már furcsának ható formázás nélkül jelennek majd meg. A linkeket, micsoda hangja annak a motornak? Azt mondja, a linkeket aláhúzással történő jelölésnek történelmi okai vannak, a kattintható hiperlinkek ugye a normál szövegtől eltérő megkülönböztetésére használták, ugyanis hagyományosan az ezt a fajta aláhúzási módszert a hát korábban még a böngészőkben, amikor még nem volt annyiféle dizájnolási vagy sztájlolási lehetőség, hogy meg lehetett különböztetni, hogy vastagítani, dönteni, más színnel kiemelni, hanem gyakorlatilag a linkeket aláhúzással jelölték. Ezt későbbi társaik is átvették egyébként alapértelmezésben, egyéb erre vonatkozó direktíva hiányában. Máig aláhúzzák a linkeket a legmodernebb webezéshez használt szoftverek is például. És most ezzel szakít, tehát most manapság már nem muszáj aláhúzni a linkeket, beleolvadhat simán a szövegbe, fölé viszed az egeret, akkor úgyis lehet tudni, hogy ez egy linke vagy sem. Nem tudom, hogy ennek gyakorlati haszna igazából mennyi van. Szerintem az, ha alával húzva, az jobban kiemeli, hogy ez egy link. Tehát innentől kezdve szerintem ezzel semmi gond nincsen, vagy nem volt, vagy engem ez nem zavart. Minden esetre a Google ezzel szakított, szerintem csak design, tehát megjelenési okai vannak, mert funkciója most az, hogy egy szöveg alá van írva, nagybetűen, kisbetűen van, vastagítva van, döntve van, az valamilyen szinte lényegtelen. Illeszkednie kell a dizájnba, erre azért törekednek a cégek, úgyhogy így néz ki a dolog, itt tudunk mutatni egy screenshotot ezzel kapcsolatban, hogyha bárkit is, bárki nem tudná, miről beszélek, tehát még korábban alá voltak húzva a linkek, szerintem ezt egyébként nagyon nem is figyelte senki, de tényleg így volt régebben, most már nincs aláhúzva. Oké, köszönjük szépen. Ennyi tehát a változás. Ugyanakkor az aláhúzás tipográfia és design szempontból egy számos hátránnyal rendelkező megoldást képez, ami miatt a 2000-es évek elején elkezdett kimenni a divatból, amikortól ugyanis az oldalak már inkább színek vagy más vizuális módszerek segítségével jelölték a linkeket, kivéve a Google-t, ami egészen a legutóbbi időkig kitartott. Ez a mára már minden szempontból elavultnak tekinthető jelölésmód mellett. Ennyi az ezzel kapcsolatos hír. És akkor jön egy kis
rossz hír, vagy nem tudom mennyire rossz hír, de minden esetre régóta riogattak bennünket vele, és ha minden igaz, akkor a héten már feltűnhettek a Facebook videók, reklámok, videós reklámok, amik automatikusan elindulnak, ugyebár a Facebook a héten széles körben is megkezdte a korábban csak szűk körben tesztelt prémium videó hirdetéseinek megjelenését a felhasználók hírfolyamában. A szép felárért egyelőre csak kiemelt hirdetők felé értékesített új formátumban közzétett reklámok automatikusan elindulnak a felhasználók készülékein, amint a látótérbe kerülnek. Ugye itt most mobilokról beszélünk első körben. Ugyanakkor pozitívum, hogy a videó hirdetések alapból hang nélkül futnak, így biztos nem kezdenek el zenélni és kiabálni a legváratlanabb helyzetben. Az aláfestő zenét, illetve a kísérő szöveget pedig csak akkor játssza le melléjük a Facebook. Facebookot mondtam, vagy YouTube-ot mondtam eddig? Facebookot mondtam, remélem, csak még az előző hír is benne van a fülembe. Tehát, hogy akkor játssza le a Facebook, ha a felhasználó rákattint ugye a videóra. A klipek maximális terjedelme ezen kívül legfeljebb 15 másodperc lehet, így a tartalmuk biztosan gyorsan befogadható lesz az érdeklődők számára. Ugye reklámokról beszélünk, tehát a reklámnak pont az a lényeg, hogy röviden és tömören magyarázzák, hogy mi a lényeg, és ez a hirdetés gyakorlatilag. Ha két órán keresztül megy egy reklámokra, senkit nem érdekel, ugye? Problémás lehet ugyanakkor, hogy az automatikusan elinduló videók letöltése értelemszerűen a felhasználó forgalmi keretére fog majd támaszkodni, egyelőre kérdéses mennyiségben megterhelve azt. Tehát ugye logikus módon ez is tartalom, és mint minden tartalom, adatforgalmat generál. Valóban nem azt mondom, hogy jogilag, de jogilag is akár kifogásolható az, hogy egy kéretlen reklám, vagy bármilyen kéretlen tartalomért még én fizessek, ugye? Érezzük a történetet, megint csak, de hát viszont ingyenes használjuk a szolgáltatást, ugye? Tehát nem fogja ez annyira megdobni egyébként az adatforgalmunkat, mert valószínűleg nem full HD, meg 4K minőségű, 15 másodperces reklámokat fognak letölteni az eszközeink, hanem próbálják valószínűleg minél inkább összetömöríteni ezt, hogy alig pár kilobájtban megoldódjon. De hát ugye nem szabad ezt zokon venni, én mindenkit csak próbálok csitítani ezzel kapcsolatban, mert hőbörgés az már természetesen van az összes internetes fórumon, ami ezzel kapcsolatban cikkezett. Hogy az a személyre az a helye. Hát de gyerekek, hát valamit valamiért, ha-hó, ingyen használunk egy szolgáltatást, hát reklámot fizetünk, illetve reklámot kell néznünk cserébe, ez normális. Majd ha fizetünk a szolgáltatásért, akkor elvárhatjuk, hogy ne legyen reklám. És ez minden szolgáltatás esetében így van. Úgyhogy ezen nem tudom, hogy miért vannak emberek, akik meglepődnek. Minden esetre én erre így felhívnám a figyelmet, hogy mostantól találkozhattok majd ilyen tartalommal, és főleg mobilom, mert ugye itt a mobil folyamba könnyebb ezeket beépíteni, tehát innentől kezdve főleg mobil telefonokon, ugye ha ott Facebookozik valaki, én mondjuk ott nem nagyon szoktam, akkor ott lehet ez zavaró. Egyébként ezek a videók mondjuk az asztali böngésző esetében szerintem annyira nem zavaróak, hiszen nagyobb a felület, amin keresztül ez működik. Kicsit kísértetiesen hasonlít egyébként ez a videós megoldás, ez az automatikusan elindul és nincs hangja, mondjuk az beállítható az Instagramnál, ugyanis ott lehet 15 másodperces videókat is posztolni most már, tehát nem csak képeket, hanem videókat, már egy ideje, és ott van az, hogyha mész a folyamba, ha oda görgeted már a videó fölé, akkor automatikusan elindul. Ott mondjuk van hangja, de kapcsolható alapbeállításként, hogy legyen hangja, vagy ne legyen hangja. Na most a Facebook esetében nincs hangja, de bekapcsolható, hogy legyen. Tehát ha rámész és rákattintasz magára a hirdetésre tényleg, illetve hát a videóra, ami azért igyekszik videónak tűnni, és nem tényleg ekkora reklámnak, tehát viszonylag konszolidált még ahhoz képest, akkor ott állítgatható be, hogy most akarod-e hanggal együtt hallgatni, vagy sem, ha egyáltalán van hozzá hang, mert ugye néhány hirdető lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát, hogy alapból úgy indul, akkor minek tegyek hozzá hangot. Ha vizuálisan is meg tudják oldani és elérik a céljukat, akkor nem biztos, hogy tesznek hozzá hangot, ugyebár. Jó, na nézzük, mi a helyzet Facebookon, facebook.com/fixhd, nyugodtan írjatok hozzáfűzéseket, kérdéseket. Tamással folytatjuk. Hello Wendy, ha Skype-on feltöltöm az egyenlegemet és mobiltelefont hívnék, melyik telefonszámot fogja kiírni a készülékre? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem hát most két eset lehetséges. Vagy beállítható
hogyha van valamiféle Skype-os telefonszámod, ugye, mert lehet a Skype-os telefonszámot kérni, és ha előfizetsz, tehát prémium Skype előfizető vagy, akkor elvileg jár egy ingyenes Skype telefonszám is, ugye 21-es körzetszám, azt hiszem. Tehát lehet elképzelhető, hogy azt fogja kiírni, hogyha bármilyen telefonszámot felhívsz. Most tökéletes, hogy mobilt vagy vezetékest, ugye a vezetékesen is kijelzi már a számokat. Tehát szerintem azt fogja kiírni. De egyébként meg nem tudom, lehet, hogy ismeretlen szám, lehet, hogy valami központi számot ír ki, az is lehet, hogy nem ír ki semmit tényleg. Ez látod egy jó kérdés, de ha jól látom, Jenő cikkezett, vagy linkelt egy cikket ezzel kapcsolatban, akkor lehet, hogy van itt erről szó. Korábban egy 2009-es cikk, úgyhogy nem biztos, hogy konkrétan erről szól, de ha jól emlékszem rá, akkor... Na mindegy, olvasd el, mert kicsit hosszadalmas, én ezt most itt nem fogom neked felolvasni, úgyhogy a Jenő által posztolt linket követve megtalálhatod a választ. Köszönöm szépen Jenőnek, és Tamás, akkor kérlek, nézd meg, jó? Aztán megyünk tovább. Mi ez? Úristen Józsi, ne olvassam be a vezeték neveden. Jó, hát ezt most már buktuk, mert a vezeték nevedet már az előbb beolvastam, de mindegy, mert hogy Skype-on is kérdeztél, de ez egy más kérdés. A kérdés pedig az, hogy mi lett a Kristóffal? Hát ha itt a Gyetvai Kristófra gondolsz, aki korábban úgy 10 évvel ezelőtt, vagy 11-12 évvel ezelőtt szintén a Fix TV, az akkori Fix TV-nél, Fix.pont TV-nél dolgozott, nem tudom, mi van vele igazából, mert régóta nem találkoztam vele én sem. De az ilyen belterjes kérdésekkel most így inkább maradjunk az informatikánál, jó? Menjünk tovább. Lucz Robi posztolgatott itt egy-két hírt, ha jól látom. Jó, beszéljünk a Google okos órájáról, mert jól látom, azt Robi azt is cikk vagy posztolta. Amúgy is akartam róla beszélni, úgyhogy beszéljünk róla. Okos órák, ugye? Hát én nem vagyok különösebben oda az ilyen okos kiegészítőkért. Nem nagyon szeretem az ékszereket, kiegészítőket, ilyesmiket. De azért nagyon sokaknak viszont ez fontos. Akár külsőség szempontjából, akár úgy egyébként funkciójában, ugye megbeszéltük, hogy talán az ilyen fitness korpereceknek van értelmük, de most egy okos órának, hát most nem tudom, ha az embernek ott lapul a zsebébe a mobilja, akkor most minek külön egy óra, ha csak nem tényleg kiegészítőként, de miért kell annak okosnak lenni? Mi mindegy, ennek most létjogosultsági kérdés számomra, de azért ettől függetlenül ebbe az irányba is mennek el egyébként a gyártók. Például ugye a Google is okos órát fejleszt, ráadásul megvannak a specifikációi már, tehát mit fog tudni ez az óra. Két héttel a korai prototípusáról készült fotók, amelyek a weben landoltak, már is kiszivárogtak a Google okos óráinak mondhatni pontos hardware specifikációi, bár a paraméterek még mindig hagynak némi teret a fantáziának is, ezek alapján már meglehetősen pontosan meg lehet satszolni, hogy milyen jellegű eszközre is számíthatunk majd nyár környékén, amikor is megjelenik. A most kijuttatott információk szerint a karon viselhető kütyű egy 1,65 colos, tehát alig 4 cm-es átmérőjű IPS LCD kijelzővel fog rendelkezni, 280x280 pixeles felbontása lesz. Ez utóbbi arrenget következtetni, hogy az eszköz négyzet, vagy legalábbis azt közelítő alakú lesz, nem pedig a korábban felbukkant koncepció tervben látott hagyományos órákat idéző kerekformával érkezik majd. Ugye itt van az a koncepció, ami korábban kiszivárgott. Meg tudjuk már mutatni? Most már meg, jó. Tehát, hogy itt van, ez szivárgott ki korábban, hát ez full kamu, de hát ezt akkor is éreztük, hogy kamu lesz. Már. Oké, okay. A másik az mindjárt megmutatom, mert elvileg nem, a másikról nincs kép, úgyhogy akkor gyönyörűen ide linkelték a semmilyen képet. Információk a lényeg igazából, nem a kép, de lehet egyébként képet is, talán csak egy másik oldalon majd mindjárt megmutatom. A kijelző mögötti kütyűben a hírek szerint egy 512 megás memóriával és 4 giga háttértárral rendelkező egység fog szerepet kapni, illetve ez lesz maga az óra. A fáma ugyanarról nem szól, hogy a szerkezet lelkét milyen processzor fogja képezni, a fentiek tükrében azonban túl erős csipre nem érdemes számítani. A pozitívum ebben az lesz, hogy véletlenül nem kell majd olyan sűrűn tölteni ezt az órát.
Az oldalt viszont annál inkább, ahogy látom. De hogy egész pontosan milyen gyakorisággal kell majd tölteni, erről sincsenek egyelőre információk, tehát nem tudni, hogy milyen akkukapacitás lesz majd a kütyűben. A Google egyelőre nem nagyon beszél az okos órájáról, de bennfentesek szerint ez már nem fog sokáig így tartani. A kütyűt ugyanis a cég a várakozások szerint a szintén rebesgetett Nexus 6-os mobillal és Nexus 8-as táblagéppel együtt még a nyár folyamán, nyár elején, valamikor június magasságában fogja elvileg bejelenteni. Ennyi a hír ezzel kapcsolatban. Hát döntse el mindenki, hogy van-e szüksége az ilyesmire. Most nemrégiben, hát az a nemrégiben az mondjuk úgy, hogy ilyen november-december környékén, tehát az előző év vége felé, ugye több gyártó is dolgozik ilyen okos óra koncepción, ami nem is koncepció, hanem már gyakorlatilag meg is valósult, tehát vannak okos órák, például az egyik mobil szolgáltatónál akciósan adtak okos órát például egy mobiltelefonhoz, most nem mondanék márkát, hogy melyik volt, egyik ismerősöm akkoriban vásárolt magának mobilt és kapott hozzá okos órát, gizdult vele egy ideig, tehát nézegette, használgatta, majd gyakorlatilag oda tette a polcra és azóta is ott van, mert hát nincs létjogosultsága, tehát hogy mire? Azt naponta kell tölteni. De most egy órát naponta tölteni, és ugyanúgy a mobilunkat is töltjük naponta, tehát nem ez a legkisebb probléma ezzel, hanem igazából mire használja az ember? Bluetooth-on kapcsolódott a telefonhoz, onnan átmentek időjárási információk, az e-mailek ott jelentek meg az órán, de hát most őszintén ki fogja ott elolvasni? Tehát oké, hogy kapsz értesítést arról, hogy jött egy e-mailed, de egy ilyen kis kijelzőn hogy a francba lehet elolvasni a levelünket? Hát a mobilon is nehéz. Kapunk egy mellékletet, mit csinálunk vele? Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez ilyen játékszer egyelőre. De hát mindent el tudnak adni, hogy minden ilyesmire törekednek mostanában. Nem tudnak újat kitalálni egyébként. Mondom, a Samsungnak volt egy jó ötlete itt az S5-ös bejelentésekor, amikor ugye azzal együtt bejelentették azt az okos karperec inkább, amit fitness kiegészítőként tálaltak, inkább, mint okos óraként, pulzusmérővel, egyéb más lehetőségekkel bír. Na, annak már talán van értelme. De az, hogy kimondottan csak mutassa az órát, meg gyakorlatilag hasonló funkciókat átvegyen a mobilunktól, annak nem látom túl sok értelmét, én azt gondolom. Jó, megyünk tovább. Tessék nyugodtan kérdezni, hozzászólni. Ó, vannak is itt szép számban. Fákja Péter van itt velünk. Üdv, a következőt szeretném kérdezni. A laptopom általában csak 3-4 gombnyomásra akar bekapcsolni, valamint mostanában az aksi nem mindig töltődik, mihelyest rádugom a töltőre. A kábellel játszadoznom kell, hogy a megfelelő szögben legyen, mint a KH-s lenne. Az bizony, az valószínűleg. 2-3 éves laptopról van szó, szerinted az aku lehet a gond, és megér már egy cserét, milyen áron van egy új aksi? Előre is köszönöm a választ. Hát először is kétféle lehetőség van az akkumulátor cseréjére. Nem biztos, hogy cserélni kell, lehet, hogy elég újra cellázni, ezt így hívják. Vannak olyan helyek, ahol újra lehet celláztatni az aksit. Érdemes körbenézni a neten egyébként. Én tudok ilyen helyet, mert én is az előző laptopomat, amit azóta is tökéletesen működik egyébként, bár ilyen nagyon régi gépről van szó, annak az aksiját én újra celláztattam. És tök jó lett. És ugye olcsóbb az újracellázás, mint egy új gyári aksit venni. Bár egyébként ez típusfüggő, mert valamelyik laptopnál nem annyira. Tehát ilyen 11-2 ezer forintért kapsz hozzá aksit. Körülbelül ennyi az újracellázás is egyébként nagy részben. Viszont az újracellázással picit tudnak növelni az akkumulátor kapacitásán. Nem minden esetben, de előfordulhat, hogy egy 15-20%-kal is meg tudják növelni. Tehát a gyári értékekhez képest jobb teljesítményű lesz az akkumulátor, mint előtte volt. És ez mondjuk nem olyan rossz dolog, hogyha még egy fél órát, órát esetleg tovább bírja az aksi, mint régen. Tehát érdemes ebben is gondolkodni, illetve természetesen a laptop gyártójának az oldalát, vagy ha van Magyarországon, van egyébként ennek a gyártónak, akit itt írtál, képviselete, akkor ott megérdeklődni, hogy mennyibe kerül egyáltalán egy gyári aksi, kapható egyáltalán. Biztos, mert amik forgalomban vannak eszközök, ahhoz valószínűleg az alkatrészek is kaphatók még. Ezeket kell megérdeklődnöd. Mindenképpen egy olyan
15 000 forint környékű összegre azért számítsál, akár újra cellázásról beszélünk, akár új esetén, lehet, hogy az új még drágább, sőt, tehát márka függő, nem tudom, hogy ennél a márkánál, amit itt említettél, mik az árak, ugye ez egy középkategóriás márkának számít, tehát valószínűleg az ár is olyan középkategóriás, tehát ilyen 15-20 000 forintért lehet, hogy kapsz hozzá gyári akkumulátort is. Na most az, hogy 3-4 gomnyomásra akar csak bekapcsolni, illetve hogy nem mindig töltődik, de ha megmozgatod a kábelt, meg bizonyos szögben tartod, és akkor meg igen, akkor az valószínűleg KH-s, tehát ott lehet, hogy a töltőt is érdemes lenne átvizsgáltatni, vagy akár új töltőt is vásárolni hozzá. Hát igen, ez van, tehát hogy idő után amortizálódnak, ez nálam is előfordul, már teszem hozzá. Most ugyan töltődik, de van, amikor nekem is olyan baj, nem töltődik. De nekem nem a kábellel van gond, hanem a töltő ajzattal egyébként, meg kihúzod, bedugod, meg kicsit megmozgatod, töltődik. Hát sajnos a sok kibehúzogatástól, meg hát 3-4 éves, ja nem, 2-3 éves laptopról beszélünk, hát igen, a mai eszközök azok körülbelül eddig vannak betájolva, tehát hogy ez normális, pláne hogyha igénybe van véve, akkor sajnos amortizálódik, tehát bizonyos alkatrészeket cserélgetni kell benne. Ennyit tudok hozzátenni. Péter, aztán Norbival folytatjuk. Hello Wendy, adott egy TP-Link router. A PC kap rendesen internetet, nem szakad meg, de ha wifi-re kapcsolok, akkor a legváratlanabb pillanatokban szétkapcsol. Már többször újra tettem a routert. Wifi szennyeződés az van, de tavaly még jól működött. Mi lehet a probléma? Hát a wifi szennyeződés lesz a probléma szerintem. Tehát, hogy azóta lehet, hogy a szomszédod is vett egy routert, vagy több szomszédod, vagy más frekvenciára állította, megint csak azt kell mondanom, hogy ezzel így játszadozni kell, tehát érdemes végignézegetni a frekiket, melyiken jön jobban a jel. Ugye itt azért beszéltünk arról is, hogy mit tudom én, valamelyik csatornán sugárzol-e mondjuk, és egy másik csatornán sugároz a szomszéd, attól még az nem olyan nagyon biztos, hogy ha ugyanazon a csatornán sugároznátok, akkor nem lenne internet, vagy bezavarna, mert azért az erősebb, meg amelyik közelebb van, az azért valószínűleg működik, tehát nem biztos, hogy emiatt történik ez, amit most itt éppen mondunk, hogy szakadozik, de ez is benne van a pakliban. Érdemes megnézni esetleg azt, hogy más eszköz, tehát mobil táblagép, másik laptop, másik számítógép, okos tévé, mit tudom én még, mivel lehet ugye wireless adapter, hogy azok is szakadoznak-e. Csak úgy kiszűrjük, hogy valóban a routerről van-e szó, tehát a router problémája ez, mert az is lehet, hogy a laptopod adapterével van gond, tehát a wifi adapterével. Tehát az rendetlenkedik, és akkor nem is a routert kéne állandóan újra tenni, meg abban kéne keresni a hibát, hanem lehet, hogy a wifi eszközödben kéne esetleg drivert frissíteni, ha szoftveres a probléma, de hát az is lehet olyan, hogy hardveres, és akkor viszont azt cserélni, vagy esetlegesen egy másik adaptert venni, most már pár ezer forintok, lehet ilyen USB-s kis ekkora kütyüt venni, amit bedugsz a gépbe, és akkor wifi adapter gyakorlatilag, hát sok teljesítményt ne várjunk tőle, de gyakorlatilag a beépítetthez hasonló minőségben azért tudja a netet szolgáltatni a gépet felé, tehát ezeket tudom így hirtelen mondani. Kálmán kérdezi, hello Wendy, Windows 7 64 bit alá tettem a meglévő 2 giga RAM mellé még 2 gigát, azt írja a telepített RAM 4 giga, használható belőle 3. BIOS csak 3-at lát, beállítási lehetőség, tehát memory remap nincs. Mi lehet a gond? Hát, hogy pontosan mi lehet a gond, azt nem tudom, valószínűleg valami olyasmi lesz, hogy azok a RAM-ok, amik benne voltak korábban, meg amit most vettél, azok nem teljesen kompatibilisek egymással. Ugye azt szoktam azért mondani, hogy RAM-okból illik ugyanolyat betenni egymás mellé. Tehát a modulokat, hogyha több modult használ az ember, akkor illik ugyanolyan modulokat használni, ha nem is feltétlenül ugyanolyat, de ugyanolyan tulajdonságokkal bírót. Tehát, hogy elképzelhető, hogy valamelyik memóriádnak lassabb az órajele, vagy az időzítése más, mint az előzőnek, és ilyenkor bizony előfordulnak olyan problémák, hogy kevesebbet lát, vagy nem is akar egyáltalán működni, vagy egyáltalán nem is látja mondjuk az egyik memóriamodult. Ez így előfordult. Nem tudom, hogy milyen kiosztásban tetted bele, mert 2 giga, 2 giga, ez egy modul 2 gigás, vagy két modult tettél bele, mondjuk egy harmadik mellé, vagy kettő mellé, mert ugye ettől is függ, mert
sokféle megoldásban lehet ezeket csinálni. Ott ugye a dupla csatorna, vagy hogyha olyan alaplapod, akkor három csatornás memóriakezelési megoldás is létezik. Hogyha ott használ az ember, pláne, hogyha ilyen dupla channelbe vagy tripla channelbe használja az ember a memóriákat, ott meg aztán majdnem, hogy feltétlenül elvárás is, hogy ugyanolyanok legyenek a memóriák. Tehát én abban látom a problémát, hogy különböző valószínűleg a memória. Ha mégis ugyanolyan lenne, akkor meg az időzítése valószínűleg más, tehát az egyik egy régebbi, a másik egy újabb, valószínűleg az időzítés, tehát az úgynevezett memory clocking az, amiben vannak esetlegesen problémák. Az elvileg újraállítgatható a BIOS-ban. Tehát itt azt írod, hogy nincs a BIOS-ban beállítási lehetőség, szerintem az időzítést lehet állítani, azokat próbáld meg variálni, hát nézd meg, hogy gyárilag mit ajánlanak hozzá. Az a baj, hogyha nagyon más a két memóriának az időzítés, akkor nem fogod tudni őket normálisan összehangolni. Ha közelítenek egymáshoz, tehát itt az egyiknek 7-es, a másiknak 9-es, ugye itt általában ez is memória blokkokra van osztva, tehát olyan számokat fogsz látni, hogy 7-7-7-7-7, vagy 9-9-9, vagy 9-9-2-2, meg ilyen, vagy vannak 11-es időzítésű memóriák is. Hogy pontosan ezek mit jelentenek, ezek az időzítések, én most nem mennék bele, mert kicsit hosszadalmas, a Wikipédián találsz erről leírást, de az a lényeg, hogyha viszonylag közel vannak egymáshoz ezek az értékek, tehát mint az egyik 7-es, a másik 9-es, az kettő idézőjelben pont eltérés, az még általában nem szokott problémát okozni, de az egyik 7-es, a másik 11-es, mondjuk ott már azért lehetnek gondok, tehát általában három ilyen időcellát. Azt hiszem, ezeket így hívják, ilyen időcella eltérést tolerálnak még a memóriák, de ez meg az a baj, hogy ezt sem merem 100%-ig mondani, mert ez meg nagyon alaplap függő. Tehát ez egy kicsit nehézkes. Hogyha most nagyon le akarom egyszerűsíteni, és tényleg az lenne a legegyszerűbb, hogy ne kínaiul beszélgessek itt, meg menjek be teljesen technikai részletekbe, mert egy, mélységileg én sem 100%-os a tudásom, tehát nekem sem. Másik, hogy a nézők fele nem fogja érteni, miről beszélek. Egy a lényeg, ugyanolyan memóriákat érdemes használni. Tehát két különböző memóriánál lehetnek problémák, például ilyen problémák lehetnek, ami nálad is van. Oké, na, megyünk tovább. Ja, na, akkor újabb hírünk van. Hát ezt adjuk, ezt a hírt, a no fotót holnaptól, ugye, változnak az ide vonatkozó szabályok, egész pontosan a fotózás szabályai, holnaptól nem lehet csak úgy fotózni. Tehát eddig se nagyon lehetett, tehát eddig is be lehetett perelni mondjuk azt, akiről fotó készül, vagy aki fotót készített valakiről az ő engedélye nélkül, de most aztán pláne így március 15-ére sajtószabadság és így tovább. Ugye első pont, hogy szabad sajtó, tehát köszönjük szépen a sajtó nevében is, hogy pont március 15-ére időzítve bevezetik ezt a rendelkezést. Az új polgári törvénykönyv bejegyzését ugye már, erről majd megint csak a gumiszobában fogunk beszélni. Úgyhogy Krisztián, ha lefotózó, beperellek ezentúl. Mit szólsz hozzá? Játszunk ilyet? De úgyis csak vicceltem. Fognak ezzel játszani valakik, tehát ebben biztos vagyok, hogy ezt is valakik ki fogják használni. Vajon miért születnek ezek a rendelkezések? Ezt a kérdést is feltehetném, de mondom erről, hogy a gumiszobában fogunk kicsit bővebben értekezni Zoltánnal vasárnap, úgyhogy érdemes lesz nézni bennünket. Nos, iOS 7.1-el kapcsolatban szeretnék nektek egy-két dolgot mondani. Ugye lefrissült, a héten jelent meg az iOS 7-es operációs rendszer frissítése, amelyre már nagyon sokan frissítettek, és hát sajnos meg is bánták, ugyanis van benne hiba, nem is akármilyen hibák vannak benne. Hibajavításokat, új funkciókat, ikonokat, új kikapcsolóképernyőt, és az iPhone 5S-nél pedig megbízhatóbb új lenyomat olvasást hozott magával a legújabb iOS frissítés, és úgy egész évben a telefon is gyorsabbá vált tőle, még a régebbiek is, tehát egészen ugye az iPhone 4-ig visszamenőleg föl lehet pakolni ezt az oprendszert. Hármasokkal már ne próbálkozzunk, de aki 4-es szériából rendelkező iPhone-ja van, tehát iPhone 4 vagy 4-es, azokon is használható, illetve iPad-ekre, iPod Touch-okra is fölpakolhat az operációs rendszer. Tehát minden gyorsabb lett, még az akkumulátor lemerülése is, ez itten a probléma ugyanis. Sok-sok felhasználói panasz érkezett IT portálokhoz, akik ugye almás készülékekre specializálódtak, hogy az elmúlt napokban megjelent frissítésben
frissítés felrakása után bizony gyorsabban merül a telefonjuk. Volt, aki olyanról számolt be, hogy kétszer olyan gyorsan lemerül a telefonja, mint korábban. Tette mindezt. Ellent mondanak ennek az ARS technika mérései, amelyből az derül ki, hogy csak az első generációs iPad mininél számottevő az akkumulátor élettartam csökkenése, legalábbis wifi-s böngészés esetében, a többi készüléknél tapasztalt különbségek pedig a mérési hiba határon belül vannak. Ellentmondásos ezzel megint csak az, hogy a felhasználói fórumokon többen az iPhone 4-es szériából panaszkodnak pont, hogy régebbi kategóriájú telefonjuk gyorsabban merül. Itt azért én megjegyezném azt, hogy ugye a kulcs szó a régebbin van. Valószínűleg a készüléket sem most gyártották. Nem csak, hogy régebbi széria, de valószínűleg egy-két éves telefonról beszélünk. Egy-két éves telefonnál normális az, hogyha alapból kevesebb ideig bírja már az aksia, mint mondjuk fénykorában bírta. Tehát innentől kezdve az, hogy még pluszban kap egy olyan szoftver frissítést, ami még egy picit jobban zabálja az akkumulátort, erre rápakolva logikus módon akár kétszer olyan gyorsan is lemerülhet a telefon, ez valahol normálisnak tartom. Már ezt nem, tehát nem feltétlenül tartom normálisnak, de érthetőnek tartom, hogy lemerül. Hát nem mai a kütyű. Hát ha nem mai a kütyű, akkor bizony, pláne hogyha 2-3 éves telefonokról beszélgetünk, sőt, lehet akár még régebbi is, mert a Sima 4-es az azt hiszem, hogy most már 3 éve jelent talán meg. Akkor azért mindjárt másról szól a történet. Itt most kicsit védem is ugye az almás cég legújabb oprendszerét. Minden esetre panaszkodnak nagyon sokan. Hát hivatalos közlemény még nincs, egy minden esetre igaz, és a cikkírói is itt türelemre intik az esetleges frissítőket, hogy várjanak még egy picit vele, akár magával a frissítéssel, vagy ha már lefrissítették, akkor ugye visszafele már nem működik a történet, tehát kénytelenek ezt használni, akkor meg reménykedjünk benne, hogy hamarosan, vagy hát reménykedjetek benne, hogy hamarosan kihoznak egy újabb változatot, ami már kevésbé fogja zabálni a memóriát, ha ez tény, vagy a memóriát, az akkumulátort. Ha ez tényleg probléma, tehát mert hát logikus, hogy valamiben újult, valamiben gyorsult, akkor elképzelhető, hogy az több erőforrás kell, tehát ez valahol normális. Nem tudom, hogy most kinek higgyünk, hogy tényleg mérési hiba határon belül vannak, vagy csak elfogultan mondják ezt, minden esetre sokan panaszkodnak. De ismerjük, mindig panaszkodnak az emberek, tehát bármi van, hőbörgés, panaszkodás az megy. Mi történt, Krisztián? Mesélj. Jó, úgyhogy aki még nem frissített, akkor picit várjon szerintem, aki meg már frissített, az meg legyen egy picit türelmes, remélhetőleg orvosolják hamarosan a problémát, ennyit akarok csak én is mondani. Minden esetre ettől függetlenül azt kell, hogy ajánljam az operációs rendszerek kapcsán, és nem csak almás eszközök, hanem ez mindenhol így van, hogy érdemes frissíteni, mert a biztonságunk ugye az fontosabb ilyen szinten, mint hogy most pár órás akkumulátor időcsökkenést miatt itt problémázzunk. Viszont jobb lesz, biztonságosabb lesz, gyorsabb lesz, lehet, hogy megéri. Nem tudom, dönts el mindenki maga, én azt gondolom. Oké. Aztán... ja, itt volt az okos kütyű, az óra. Itt akartam, igen, ezt a képet akartam megmutatni, megmutatjuk, jó? Az új koncepció órát. Ez is csak koncepció, tehát még mielőtt bárki úgy gondolná, hogy ez így fog kinézni, lehet, de szerintem azért nem teljesen. Mindenesetre így néz ki, amiről beszéltünk, igen, mert az előbb mondtam, hogy mutatom, de nem tudtam nektek megmutatni. Jó, jó, hát én a hírekből úgy nagyjából, ha jól emlékszem ki, nem, még van itt egy hír, amiről be lehet számolni. Ubuntu okos telefon projekt. Erről is beszéltünk jó pár hónappal ezelőtt, aztán azt is mondtuk, hogy valahol behalt ez a projekt, mert nem lett rá elég pénz. Ugyebár ez is ilyen Kickstarter projekt lett, amelyben ugye pénzt gyűjtenek bizonyos ötletek megvalósításához. Az ötlet jó, ugye azt beszéltük, hogy egy olyan operációs rendszerről beszélnénk, és egy olyan szuper telefon lenne mellékelve hozzá, ami azért úgy minden eddigi okostelefon koncepciót egy icipicikét megborítana. Na most újabb hírek vannak ezzel kapcsolatban, és beáraszták a mobilt. Ja, először nagyon drágára áraszták, pont azért, mert kevés pénz jött össze belőle, és úgy látszik, nem adják föl. A Canonical első ember, ugye a Canonical az a cég, aki az Ubuntu operációs rendszert is fejleszti,
és többek között ezt a mobilt is. Ugye a Canonical első embere megszabta az általuk elképzelt árkategóriát, és célkeresztbe vette a felhasználók körét. Az Ubuntu eddig nem sok babért aratott a mobil szegmensben, az általuk közösségi finanszírozáson alapuló Ubuntu Edge csúfos kudarcnak bizonyult, bár azt mindenképpen jelezte, hogy van némi érdeklődés egy ilyen megoldás iránt. Azóta több partnerre is szert tettek, most pedig Mark Shuttleworth vezérigazgató a Cebit alatt szolgáltatott néhány részletet is az elképzelésekről. Na nézzük a részleteket. A cégvezető elmondta többek között, hogy ők a 200 és 400 dollár közötti sávot tartják ideálisnak, mivel nem szeretnének egyértelműen belépő szintű gyengécske megoldásokat piacra dobni, de az abszolút csúcskategória rajongóit sem tartják meggyőzhetőnek a váltásról. Hát igen, mert aki már csúcskategóriás készüléket vásárolt, az valószínűleg azért adott ki több százezer forintot akár egy készülékre, mert megvan vele elégedve, ha nem, akkor az szomorú, de általában ugye a márka hű emberkék szoktak csúcskészülékeket venni. Ez utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy az Apple telefonjait választók többnyire érzelmileg is kötődnek készülékeikhez. Ezt a kapcsolatot valószínűleg nem tudnák megbontani, ezért inkább az Android tábor felé fordulnak, annak felhasználóit szeretnék megnyerni. Igen, tehát... ez egy nagyon jó megfogalmazás, ezt majd én is használni fogom a jövőben, tehát hogy... Apple telefont választók többnyire érzelmileg is kötődnek a telefonjaikhoz. Igen, ezt azért úgy vettük észre. A konvergáló számítás technika jegyében ők az egyetlen minden eszközön ugyanazt az élményt nyújtó platformot akarnak kialakítani és szélesebb körben is népszerűsíteni, mivel a világ egyértelműen ebbe az irányba halad. Ehhez persze jóval több partnerre lenne szükségük, hiszen a kínai Meizu és a spanyol BQ nem nyújt kellően széles bázist a rohamhoz, de már idén szeretnének komoly eredményeket elérni, elsősorban a már említett felső-közép kategóriára fókuszálva. Az első készüléket idén ősszel fogják bemutatni, amikor kezdhetik majd az óriási lemaradás ledolgozását. És ugye egyébként, hiszen ugye ősszel jelennek meg általában minden gyártónál az új csúcs eszközök, bár ugye Google-éknél, ha minden igaz, akkor már nyáron lesz egy ilyen, de az még azt jelenti, hogy attól függetlenül össze is lehet valami. Meglátjuk, mert igazából hivatalos időpontok még nem nagyon vannak. Visszakanyarodva erre, hát most eddig nem szólt ugye a fám arról, hogy mit is tud ez az új mobil, de hát ugye közép-felső kategóriáról beszélünk, tehát közép és prémium kategóriás készülékről beszélünk. Azért az a 200-400 dollár, én korábban nem erről volt szó, itt arról volt szó, hogy olcsó eszközt akarnak adni, olcsó és Linux alapú eszközt, tehát ami gyakorlatilag ugye azt valósítaná meg, hogy bizonyos kiegészítőkkel, akár számítógépként is funkcionálhat ténylegesen ez a telefon. Ugye, tehát az a kicsit utopisztikus hatás. Bár manapság én azt gondolom, hogy ez már bármelyik készülékre igaz lehet. Ha az Android fejlődését nézzük, ugye itt az 5-ösnél ígérik majd azt. A 4.4-es KitKatben is már erre vonatkozó fejlesztés, tehát ugye a több felhasználó üzemmód, a különböző dokkoló, vagy például MHL megoldások, tehát amivel ugye rákötöd a tévére és multimédia központként is működhet, és teljesen átalakul olyankor egyébként a kijelző, tehát máshogy lesznek az ikon elhelyezkedések, meg minden, tehát gyakorlatilag funkcionalitásában változik meg a készülék, attól függ, hogy milyen környezetben használja az ember. Ezt már az Android is tudja, az Ubuntu ezért van egy icipicit lemaradva, mert amikor még ezt nem tudta az Android, ők akkor találták ki ezt a koncepciót, csak kicsit lemaradtak vele. És most valahogy be akarják hozni, én azt gondolom, hogy én nagyon drukkolok, mert nekem az Ubuntu kicsit szívemcsücske, ha a Linuxos részt nézzük, de 200-400 dolláros árkategóriában az kicsit sok, tehát ez kicsit drága ahhoz, hogy ezért váltsanak az emberek, és itt megint egy teljesen új operációs rendszerről beszélünk, ami ugye itt a Firefox OS esetében is egy nagy kérdőjel, hogy azért, mert egy-két gyártó most elkezdte Firefox OS oprendszerrel nyomni a telefonjait, ugye itt az Androiddal felvenni ilyen szinten a versenyt, ez kicsit nehézkes, már pedig ők egyértelműen az Android táborból akarnak megnyerni felhasználókat. Azt kell, hogy mondjam, hogyha valaki egy olyan androidos készüléket választ, android operációs rendszer ellátott készüléket, és itt direkt nem gyártókat mondtam, mert elég sok lenne belőle, akkor én azt gondolom, hogy ha ezt mondjuk felső kategóriában teszi, és ezt most higgyétek el nekem, mert tapasztalatból beszélek, én is most váltottam telefont, ráadásul mondhatom, hogy csúcskategóriás telefonra váltottam,
hát teljesen más felhasználó élményről beszélünk. Még Android és Android között is van olyan szintű különbség ilyenkor, hogyha egy dinamikusan működő gyors telefon van a kezedben, és azon működik egy Android operációs rendszer, hogy igazából olvasgattam összehasonlító teszteket, pont az almás telefont hasonlították össze, ugye a két referencia telefonról beszélünk, tehát az almás telefonoknál ugye az iPhone 5S most a referencia telefon, Google-öknél ugye a Nexus 5-ös, én ez utóbbival rendelkezem, és nagyon sok összehasonlító videót nézegettem, hogy mi, hogy mit tud, hát rommá veri. Rommá, tehát hogy, és most itt akkor még belehozhatnánk más készüléket, ugye a HTC One-t, a Samsung Galaxy S5-öst is, rommá verik az iPhone-t, most itt nem erre akarom kihegyezni, de azt akarom csak ezzel mondani, hogy ugye az Androiddal kapcsolatban van egy olyan tévhit a levegőben, hogy ugye pont abból kifolyólag, hogy millió meg egy gyártó van, és ugye ezzel kapcsolatban mindig én is elmondom, hogy ugyanaz a helyzet, mint a Windowsnál, hogy az almás cégnél könnyű bizonyos hardverekhez hozzáigazítani az operációs rendszert, mert szűkebb a hardvereknek a köre, amihez ezt meg kell tenni. Viszont a különböző gyártók különböző eszközeihez igazítani egy operációs rendszert, az egy nehezebb feladat. Ennek ellenére az új Android, tehát a 4.4-esről beszélünk itt a KitKatről, azért azt gondolom, hogy itt sikerült már megoldani, hogy full kompatibilis legyen, és bár még elég kevés eszközön elérhető maga a KitKat, de már a Jelly Bean is az egyébként a legelérhetőbb mostanában, tehát az a változat az Androidnak az, ami szinte minden gyártónál jelen van, akár táblagépről beszélünk, akár okostelefonról. Már az is azt gondolom, hogy stabilitásában simán hozza az elvárhatót. Természetesen olyan hardware kell alá, mert nem érdemes összehasonlítani egy belépőszintű kategóriás telefont egy csúcstelefonnal, akár Androidról beszélünk, akár iOS operációs rendszerű telefonról. A kettőt meg aztán végképp nem érdemes ilyen szinten összehasonlítani, tehát én azt gondolom, hogy csak kategóriájában lévő eszközöket érdemes maximum egymással összehasonlítani. És kategóriájában meg én úgy gondolom, hogy ugyanolyan feltételek mellett, hardveresen legalábbis ugyanolyan paraméterekkel, szinte ugyanolyan paraméterekkel ellátott készülékek esetében egyértelműen az Android a győztes. Tehát, ha ebből indulunk ki, nem tudom, van-e helye újabb ilyen jellegű prémium kategóriás operációs prémium kategóriás készüléknek egy teljesen más operációs rendszerrel ellátva. Linux, mert ugye az Android is Linux alapú. Én azt gondolom, hogy itt azért nagyon kemény fába vágta a fejszét az Ubuntu, illetve a Canonical. Ettől függetlenül drukkolok nekik. Jó, menjünk tovább, bár már sok időnk nincsen, gyorsan megnézem a Facebookon, van-e hozzászólás, mert akkor szerintem a műsor végén még azokat fogom megválaszolni. Zoli írja nekem, üdv a reklámokra visszatérve, a kábel TV-ért fizetünk, és mégis tele van reklámmal az összes csatorna. Hát ez tény, ebből élnek a tévék ugyanis, csak így mondanám. Tehát, hogy egy kereskedelmi tévé miből él, hanem a reklámból? Tehát most őszintén, miből élne egy tévé? Tehát ezen így elgondolkodtunk, amikor ezeket így mondjuk. Tehát én nem tudok erre mit mondani igazából. Persze, de az egyik a tévé csatornának a reklámja, nem azért fizetsz, hogy műsor továbbításért fizetsz. Tehát a kábel szolgáltatónak te a csatorna kínálatért fizetsz, azért, hogy X csatornát eljuttasson hozzád a házadba. Kábelen, műholdon, mit tudom én. Tehát ott az átvitelért fizetsz igazából, nem is feltétlenül a tartalomért, illetve a tartalomért csak a mennyiség miatt fizetsz. Tehát ugyanis neked nem csatornánként kell fizetni. Ha csatornánként kellene fizetni, vagy lehetne ilyen megoldást csinálni, valószínűleg nem jó üzleti modell, tehát azért nem lehet ilyet csinálni. Külföldön valamiért van ilyen, és nem tudom működőképes-e, de hallottam már ilyenről, hogy te magad válogatod össze a csatornákat, hogy mit szeretnél. Aztán onnantól kezdve most az, hogy milyen csatornát nézel és azon van-e reklám, annak semmi köze nincs igazából a kábel szolgáltatóhoz. Tehát te a szolgáltatásért fizetsz. Tehát az olyan, mint az internet, ennyivel ezt rámondhatjuk az internetre is, nem? Vagy az útra. Tehát, hogy miért fizetek én autópálya díjat, amikor az autópályán vannak reklámok? Tehát, hogy ez nem igazán van a kettőnek köze egymáshoz igazából. Oké. Holnap kint lesz a március 15-i logó? Ez a legfontosabb, Norbi? Oké. Örülök. Néki-e? Nem tudom. Hát valószínűleg március 15-ig lesz. Valami lesz. Ha nem, akkor nem. Hát attól még a szívünkben lobog az ászló, nem? Nem a tévében kell, hogy lobogjon feltétlenül. Jó. Mi van még itt?
Hát hírben ennyi, mert van még itt millió, de már nem megyek bele, mert már nem nagyon van időnk. Skype-on is valami még itt villog nekünk. Zoli... mi ez? Azt mondja, hogy van egy kis tévém, nem mondom a márkát, vettem hozzá egy 6000 forintos boxot, és tök jól működik, meg FM rádió is van a tévében. Az a kérdésem, hogy a digi antennával miért nem jönnek be a csatornák, csak egy kis antennával az ablaknál jönnek be a szabadon fogható csatornák. Zoli, ezt nem egészen értem, tehát a digi antennájával? Fogalmi zavar van egy kicsit. Tehát a Diginek először is, ugye, ha most a szolgáltatóról beszélünk, akkor kábel TV szolgáltatása van, meg műholdas. A kettő együtt egyébként csak kompatibilis, tehát ahhoz, hogy több, nem tudom milyen boxot vettél, de valószínűleg az DVB-T-s box. Tehát azért jönnek be a szabadon fogható adások antennával, az DVB-T. Ugye? Ha kábel TV-t akarnál nézni, a DVB-C kell, ha műholdat, DVB-S kell, de a műholdat egyébként csak tudod ingyen nézni. A kábel TV-t, ha előfizető vagy, akkor nincs kódolás rajta, tehát az nem zárt láncú, de nincs rajta a kódolás, nem alkalmazzák, legalábbis egyébként ennek valószínűleg nem technikai okai vannak, hanem praktikussági okai, pont azért, hogy box nélkül is egy ma kapható tévén lehessen nézni egyébként az adásokat, maximum a prémium előfizetéses adásokat nem, tehát gondolok itt a mozi csatornákra, egyéb felnőtt tartalmú, stb. De úgy egyébként rádugsz egy DVB-C-s tévét, tehát egy digitális kábel TV vételére alkalmas tévékészüléket a Diginek a hálózatán, az gyönyörűen jönni fognak a digitális adások. A DVB-T az ugye a terrestrial, tehát a földfelszíni sugárzás, az meg a szabadon fogható adókat szintén tudod vele nézni gyakorlatilag, ahhoz kell az antenna. A műholdat azt nem fogod tudni, a műholdon van azt hiszem Magravision kódolás talán, tehát ott mindenképpen azt előfizetéssel és boxsal tudod venni, vagy lehet, hogy nem muszáj a saját box, tehát lehet, hogyha ugye a DVB-est a te dobozod, akkor a kártyát, tehát az előfizetői kártyát beledugod, akkor elvileg szerintem jönni fog a történet. Ennyi. Amit hozzátok ehhez fűzni, ha ez lett volna a konkrét kérdésed, mert hogy miért nem jönnek be a csatornák? Hát valószínűleg ezért, mert platform problémák vannak. Tehát a digitális sugárzásnál a földfelszínit, a kábelt és a műholdat ezt meg kell különböztetni egymástól. Bármelyik box nem kompatibilis a másikkal. Vannak olyan készülékek, amik mindegyiket tudják, tehát olyan box vagy olyan tévé is van, ami mindegyiket tudja, mindegyik platformmal kompatibilis, de attól még a három platform az különbözik egymástól. Mások a frekvencia tartományok, mások a frekvencia hézagok, illetve hogy mondják ezeket a... Hát maradjunk a tartománynál, tehát más frekiket használ. Innentől kezdve nem kompatibilis egymással a három platform. Jó. No, hát ennyi. Ennyi volt erre a hétre a Restartból, de hát jövő héten is leszek, úgyhogy semmiféle csüggedésre nincsen ok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, jó hétvégét! Kívánok nektek, majdnem akartam valamit mondani itt a nemzeti ünnepünkkel kapcsolatban, és boldog nemzeti ünnepet is, tehát kívánok akkor így mindenkinek. Nézzetek bennünket folyamatosan, legközelebb Restart a hétfőn fogunk jelentkezni. Szevasztok, jó hétvégét!